Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is megtekintette a strandberuházást. Mit szól a látottakhoz? A karcagi termálfürdő fejlesztés és uszoda fejlesztés az egyik legmodernebb beruházás, legkorszerűbb beruházás. Egy családbarát, látogatóbarát fejlesztés, hiszen uszoda épül, tammedence és fedett termál vizes medence is lesz. Szaunával, a különböző szolgáltatásokkal várja majd a karcagiakat. Én remélem, hogy hamarosan elkészül ez a beruházás, ami a környéken az egyik legnagyobb termálfejlesztés. Néhány hete mi is örömmel tapasztaltuk, hogy folytatódnak a munkálatok. Azt hiszem, hogy ez fontos lépés volt az önkormányzat életében is. A kivitelező, korábbi kivitelezőt azt elérte a gazdasági válság, ezért úgy közbeszerzés volt, és én látom azt, hogy most 50-en dolgoznak. Egy aktív munka folyik, és én bízom benne, hogy a szezonra elkészül a strandfürdő. Az összes ilyen fejlesztésnél fontos, hogy jó minőségben, megbízhatóan, hosszú évtizedekre szolgálja a strandlátogatókat az új termálfürdő, illetve fedett rész. Ez itt én látom, hogy biztosítva van, tehát minőségi munkát végeznek nagy odafigyeléssel, és remélem, hogy mindenki az örömét leli majd benne, amikor kilátogat ide a strandfürdőre. Kivitelezés végző cégképviselő, hogy ő azért remél, hogy május végére, júniusban már itt azért a látogatók is jöhetnek és fürdőzhetnek, reméljük, hogy így lesz, hiszen az időjárás egy picit hátra kegyesebb lesz, mint az elmúlt hetekben, és tudnak kinti munkákat is végezni. Hát nem volt túl szerencsés a kivitelezők számára az elmúlt néhány hónap, máskor már ebben az időszakban süt a nap és könnyű dolgozni, de én úgy látom, hogy a kivitelező mindent megtesz, és az önkormányzat is mindent megtesz azért, hogy ez a beruházás eredményes legyen és elkészüljön. Köszönjük szépen! Köszönöm! A strandberuházás folytatódik, és itt láttuk, hogy az étteremben is folyamatosan dolgoznak. Szatmár Jánossal beszélgetünk. Hol tart most ez az építkezés? Lényegében a földszint, az étterem meg a konyha az már készen van. Az hadrafogható, csak az időnek kellene javulni. Az emeleten pedig a szobákat, 7 darab szoba lesz, és a szobákat pedig folyamatosan csináljuk. És szeretnénk az idén azt is átadni. Tehát gondolom, hogy azért az anyagiakat nem volt könnyű előteremteni, azért is húzódik ez a beruházás. Hát igen, elég megemelkednek a építőipari anyagoknak az árai, és egy kicsikét elhúzódik, mert szinte duplájára, meg többszörösére nőtt már a cementnek, meg minden téglának építőanyagoknak az árai. Tehát akkor mikorra tervezi, hogy meg tudnak nyitni? Hát... lényegében május 1-ére szeretnénk megnyitni a magát a konyhát az étteremmel, az már lényegében készen van, mindenféle engedélyekkel rendelkezünk, és a felső részét pedig az év végére szeretnénk. Jó munkát kívánunk Önöknek addig is! Jó, nagyon szépen köszönöm!